Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Üdvözöllek titeket! Ez itt a Doperatív, azon belül a Darmadik. Illetve hát ez nem a Doperatív, hanem a Darmadik. De benne a guru, akiben csalódni fogsz, a törzs feje, Laci király. A Holdra mutató újak. Mielőtt belevágnék, elmondom a kötelezőt. Kövessétek be az Igazi Dopmen TV YouTube csatornáját, lájkoljátok, diszlájkoljátok, illetve kommenteljétek annak a tartalmait, ízlésetek vagy ízléstelenségetek szerint, de mindenféleképpen nyomjatok rá a kis harangra, és osszátok meg a tartalmakat. Ez nagyon fontos. Ha Facebookon követtek, akkor subscribe, és kövessetek be az Instagramon, a TikTokon, nagyon aktív vagyok újabban, már több mint 20 000 követővel jövök fel, mint a kibaszott higany, nem sokára az enyém lesz az a platform. Fönn vagyok a Redditen, a Twitteren, van egy Dope Viber Mafia. És ami még fontos, hogy tudjátok támogatni a tartalomgyártást, a www.patreon.com/azigazidopmentv oldalon. Megköszönöm, ha megteszitek, azt is megköszönöm, ha nem, mind a kettő valamit tanít. Ha élőben nézed a YouTube-on ezt az adást egy premier formájában, akkor küldhetsz szuper csetet. Természetesen ez mind opció. Tehát köszönöm, hogyha így van. Régen lemezt vettetek, most meg szuper cset, meg Patreon, meg ajándékok a TikTokon. Ez a szórakoztatóiparnak az új formája itt a 21. században. És amit még el kell mondanom, két alapítványt ajánlok a figyelmetekbe, a Gyát és a Gondoskodás Gyermekeinkért alapítványokat. Mindkettőnek utána nézhettek az összes internetes platformon, és hogyha úgy érzitek, hogy tetszenek a céljaik, akkor támogassátok őket úgy, mint én, szóban, lélekben és tettben. Most pedig áttérek a mai témára, mielőtt a frissen visszajött hangom, az elmegy újra. Eredetileg úgy terveztem, hogy hangom visszajövetelének alkalmából csinálok egy videót Ozsóról, Osváth Zsolt, Showtime. Nagyon nagy nevet adtam neki, Ozsó. Nem Osó, nem Kozsó, hanem Ozsó. És Tóth Gabiról, meg Győzikéről, meg még így a választásnak a tanulságairól, mert úgy kell lássam, hogy vannak, tehát ahogy hallgatom az ellenzéki politikusokat, meg a megmondó embereket, nem veszem észre azt, hogy felébredtek volna a delirium tremensből. Szóval erről is csinálok majd videót, meg erről az Ozsó témáról is, de nem most. És azért nem most, mert most nagy péntek van. És nagy péntek az egy szép keresztény ünnep, és arra emlékszünk ilyenkor, hogy a Jézus Krisztus nevű bódhiszatva, aki sokak szerint az Istennek fia, vannak, akik szerint az Istennek egyetlen fia, szerintem Isten egyik fia, és a megvilágosodás birtokosa, a megvilágosodás birtokában úgy döntött, hogy visszajöjjön a nem megvilágosodottak közé, és tanítsa őket arra, hogyan szabadulhatnak meg a fájdalomtól, ami végig kíséri őket az életükben. Krisztus kereszthalálára emlékezvén, itt a nagypéntek és húsvéti ünnepek alkalmából kicsit át kéne, illetve gondolnunk és körbe kéne járnunk azt, hogy milyen üzenetet hordozhat ez az esemény a jelenkor emberének számára Darmadik típusú szemszögből, avagy a Buddha szemszögével, vagy a felébredést kereső törekvőnek a szemszögével. Hát ugye, ami nagyon fontos, és amit tudunk, hogy a Jézust,
a Poncius Pilátus Barabással egyetembe kiállította a pódiumra, és fölkérte a népet arra, hogy döntse el, melyiküké legyen a kereszten való halál. És hát az emberek ott álltak nagy tömegben, és egyesével azt mondták, hogy Jézust engedjék el, de mikor a tömegnek összeállt a hangja, akkor Barabást kiáltott a tömeg, és így Jézus került a keresztre, s tanította meg az emberiséget valamire, amit szerintem még mindig nem sikerült megtanulnia neki, bár hangosan hivatkozik rá, és ítél el más embereket ennek a tannak a nevében, de pontosan ez mutatja azt, hogy elsajátítani és gyakorolnia nem sikerült mind a mai napig azt, amit Jézus hozott magával számotokra, hogy megtanítson titeket arra, amire ő szeretett volna. Az a szeretett tanára, a szerető kedvesség tanára, a megbocsátás és a belátás tanítására. Ezt már én tettem hozzá. De a megbocsátás meg a szeretet az mindenféleképpen az ő tanítása volt. Na most első kérdésem felétek különben az lenne, hogy szerintetek egy igazi keresztény, egy igazi Jézus követő, egy igazi törekvő, keresztény ember, ha egy ilyen kérdéssel szembesül, hogy melyikőjük menjen a keresztre, akkor mit válaszolt volna Poncius Pilátusnak? Barabást vagy Jézust? Véleményem szerint azt mondta volna egy igazi törekvő keresztény, vagy egy törekvő szeretettel teli szívű keresztény szíve, hangja, aki a megbocsátást hordozza magában, az azt mondta volna, hogy egyikőjük se. Tehát ha ott keresztények és olyan felébredett emberek gyűltek volna össze, akik komolyan veszik azt a tanítást, amit Jézus hozott el, azok azt mondták volna, hogy kérlek Pilátus, engedd el mindkettőt. Mert a kereszten való halál nem megoldás, semmilyen szempontból. Viszont akkor Jézus legendájára nem lett volna szükség, vagy Jézus kereszt halála nem tanított volna túl sokat. Itt se tanított sokat. Erről szól a Mit érez Jézus című számom. Hiszen Jézus nevében is folyik tovább a bíráskodás, az egymás gyilkolása a mindennapokban, a háborús mezőkön, a politikában, akár szószékről, akár a parlamentben, akár a frontvonalon, teljesen mindegy. Szóval mi az, amit én így fontosnak tartok ezzel az üzenettel szemben? Hát ugye azt tudjuk, hogy az ember az egyén szintjén tök érdekes, hogy az ego szintjén tudja elbocsátani az egót. Tehát amikor egyedül van, akkor Jézust mond. Mert a csöndbe, a magányba, ott könnyebb gyakorolni a felismerést, hogy a Jézusi út az követendő, a szeretet az működik, az forgatja a világot, az teremt olyan dolgokat, amik értékesek. De mikor összeáll nagy tömegbe, akkor a tömeg szája az meg ugye Barabást kiált. Na most a Barabás az itt valami rossznak a jelképe, valami rosszat jelképez, de mondjuk mi a rossz? Aki ismeri Einsteint, az tudja, hogy ez a relativitás világa, tehát a jó meg rossz, azok csak fogalmi gondolatok, szavak, amiket különböző tartalmakhoz kötünk, és az, hogy kinek mi a jó és ki a mi a rossz, kinek mi a rossz, az mindig egy aktuális álláspontnak, vagy egy helyzetnek a kérdése. A Jézusi igazság, a szeretet igazsága, a bódhiszatva igazsága, az ezen túl van, és ezek felett van. Úgyhogy Jézus szeretetének semmi köze se jóhoz, se rosszhoz. Mert aki a megbocsátást gyakorolja, és a szeretetet, az nem veszi figyelembe a jót, meg a rosszat, mert mindenki felé szeretettel és bíráskodás nélkül megbocsátással fordul.
Tehát ez nagyon fontos. Na most, ugye viszont itt már átmentünk egy fogalmi gondolkodásba, hogy a tömeg az Barabást kiált. Na de itt a tanulság. Nem biztos, hogy az a legfontosabb része ennek a sztorinak, hogy az emberek keresztre küldték a jót, és elengedték a rosszat. És akkor, mert hogyha ez a tanulság, hogy keresztre küldték a jót, és elengedték a rosszat, és ezen a ösvényen megyünk tovább, akkor 2000x éve nem tanultunk semmit, mert ugyan állandóan arra emlékszünk, hogy nem volt okos dolog keresztre küldeni a jót és elengedni a rosszat, de még mindig az idézőjelbe vett jót küldjük keresztre, és mindig a rosszat engedjük el. Tehát, ha belegondoltok, bárkit, aki bármiféle megvilágosodott gondolatot, vagy a mindennapi tapasztalati világon való túlvaló tapasztalást hirdet, vagy egy olyan látószöget mutat be, ami a hétköznapok valóságát felrázza, felborítja, mert egy olyan felismerést ad, ami megmutatja neked azt, hogy hé, amiben élek, az egy örök körforgás, egy parttalan tenger, amin csak úszok, a szenvedés tengere, pillanatnyi örömök esetleg a reményt adnak, hogy hú, itt van megoldás, aztán elvesztem őket, mert a vágyak világába topzódok. Szóval akkor nem biztos, hogy ez az ösvény, amin érdemes tovább menni. Hogy keresztre küldjük a jót, és elengedjük a rosszat. Mert mindvégig, mind a mai napig ez történik. Szóval akkor mi lehet a megfejtés? Mit kéne itt ebből megtanulni? Hát lehet, hogy azt kéne megtanulni, hogy a Jézus és a Barabás is csak fogalmak, és mint fogalmak tudnak minket tanítani. Tehát ahol a Jézus és a Barabás vetülete fölmerül, és a Barabás vetülete tulajdonképpen felülírja a Jézusi vetületet, mert újra meg újra felülírja, mert ahol a Jézus és a Barabás vetülete fölmerül, ott mindig van egy kereszthalál. Mindig lesz egy kereszthalál. És az mindig szempont kérdése lesz, hogy kinek mit jelent az a kereszthalál. Mert azok, akik Jézust keresztre küldték, ugye az akkori zsidó papok, meg az ellene összeesküdött emberek, az ő számukra Jézus kereszthalála nem volt egy rossz élmény. Az emberiség szempontjából volt rossz élmény. Tehát amit fölül kéne írni, az igazából az, bocsánat, megtörlöm az órom, hogy meg kéne szüntetni azt, hogy legyen Jézusi meg Barabási vetület. Magyarán az ítélkezés, a minősítés, a bíráskodás, ahol megszületik, akár Jézus nevében már felülírja Jézusi tant, ahol a bíráskodás, az ítélkezés megvalósul, ott megszűnik a Jézusi tant, és átalakul a Barabási igazságá. És a Barabási igazság is szigorúan idézőjelbe véve értelmezendő, mert az is csak egy szó, jelent valamit. De a Jézusi ítélkezés, vagy a Barabási ítélkezés is tulajdonképpen ugyanaz az ítélkezés. Tehát ahol az ítélkezés megszületik, ott megszületik a kereszthalál. Ahol ítélkeznek, ott valaki keresztre megy. Tehát amit érdemes megtanulni ebből, az az, hogy a mindennapokban ezt az ítélkező, minősítő, a másikat magam alá pozícionáló látásmódot, amire nagyon hajlamosak vagyunk mi emberek, érdemes megpróbálni visszaszorítani magunkban.
Tehát egy olyan self-checket, egy olyan önmegismerő folyamatot végbevinni magunkban és gyakorolni, hogy jöjjünk rá abbra, hogy nem különálló lények vagyunk. Különállunk, mert úgy érezzük, azt hiszük, hogy ide nőttünk a földre, de mi nem, mi mind a földből, a nagy tudatból, ha tetszik, Istenből, Jézusból, stb. Mi mind belőle nőttünk ki. Azt hiszük, hogy nem, de szorosan össze vagyunk kötve, össze vagyunk fűzve. Még ha valaki azt is mondja, hogy hülyeséget beszélek, szüksége van rám, hogy azt mondhassa, hogy hülyeséget beszélek. Mert nélkülem ezt nem mondhatná el. Ugyanazok a készségeink, ugyanaz a felépítésünk, és ami változatossá tesz minket, az a világhoz való hozzáállásunk, meg a vélemény különbségünk. De az alapvetéseink, azok mind ugyanazok. Tehát legközelebbi rokonai és testvérei vagyunk egymásnak. És ezért minél erősebb és minél karakteresebb az egymással szembe gyakorolt bíráskodásunk, annál inkább győz az a fajta látásmód, ami ott Poncius Pilátus előtt Jézust vitte a keresztre. Tehát ez az, amit érdemes megszívlelni, vagy megfontolni. Mert amikor már azt mondom, hogy Barabás volt a rossz, és a rosszat nem kell önostorozni, meg kell szüntetni az ítélkezést. Mert az ítélkezés az, ami pokollá teszi a világot. Aki ítélkezik, az fájdalmat szül. A fájdalom születése mentén kialakul az ellenkezés, az ellenérzés, a harag, a gyűlölet, és egymással szembe fordulnak az emberek, és ebből lesz a háború, ami most is zajlik itt a szomszéd országban, meg zajlik mindenhol. És az a legszebb, amin gondolkoztam, mert tegnap szaladgáltunk ilyen húsvéti tojásokért, ugyanúgy, mint a karácsonyi vásárlásnál, mindenhol el volt már fogyva a húsvéti tojás, és az emberek, mint az őrült hangyák, futkároztak mindenfele, hogy megvegyék a húsvétra kijelölt húsvéti kinder tojást, azt nem lehetne szalmonellás másfélét, készüljenek a locsolásra, ide-oda futkározni. És azon nevettem, hogy milyen vicces az egész jelenet, hogy az ember a saját maga által kijelölt a napokon kötelességből tiszta idegbe rohan, abból a célból, hogy most kell valami ajándék, most ezt meg kell venni, mert különben mi lesz, ha nem? És utána más napokon, meg más miatt rohangál ide, meg oda, meg amoda. És hogy milyen embereket teremt ez a rendszer, amiben élünk, saját magunk akaratából, saját választásunkból kifolyólag. Nehogy azt higgyétek, hogy a sátán hozza el a poklot, meg az Isten szabadította ránk. Ezt mi csináljunk magunknak? Mi általunk választott játékot játsszuk? És tök vicces, hogy a saját magunk által választott rendszerek nem a boldog, elégedett embert akarják megteremteni, hanem a mindig elégedetlen, mindig többre vágyó embert keresik, azt ébrezgetik, és ezt csinálja a poklot, ha megnézitek. Ennek az eredménye a háború, ennek az eredménye a sok mindenféle pénzügyi tevékenység, az üzleti mechanizmusok, ez egy döntés, ez egy választás. És ha megnézitek azt is, az ókortól fogva, amerre megyünk, nincs is más kimenetele ennek a dolognak, mint a totális szenvedés. De nehogy azt higgyétek, hogy ezért a elita hibás, meg a kormányok, meg a nem. Ezt mi csináljuk magunknak. Mi vagyunk az elit, és mi vagyunk az elit szolgái. Mi vagyunk a kormány, és mi vagyunk a kormány szolgái. Mi vagyunk a király, és mi vagyunk a nép. Mi vagyunk a rabszolgatartók, és mi vagyunk a rabszolgák. Mi ezt együtt játsszuk. Mi mondunk Jézust, és mi mondunk Barabást. Tehát itt a nagy tanulság az,
hogy az egyetlen valamire való és értelmes tulajdonunk, ami a pillanatban van, amit valóban birtokolhatunk, az a döntésünk. És érdemes a döntéseinket megnézni, mert lehet itt eljátszani a keresztényt, meg a jó embert. De az, aki azt mondja, hogy jó ember vagyok, mert zöld vagyok, meg liberális vagyok, meg ilyen vagyok, meg humanista vagyok, meg olyan vagyok, meg amolyan vagyok, és te rossz ember vagy. Na, az a jó ember már nem jobb, mint a másik, akit rossznak nevez. Még akkor sem, hogyha a másik gyilkos. Mert Jézus azért vitte föl a keresztet a Golgotára, mert elbírta a háta. De amit meg akart mutatni, abból nem tanult senki, mert az mindennapi életbe, ahogy éltek, az pontosan a tanúsága annak, hogy semmit nem tanultatok. Itt nézem a hozzászólásokba, hülyeséget beszélsz, írja egy srác. Hülyeséget beszélek? Most írod alá, amit mondok, barátom. Most írod alá, amit mondok, mert aki Jézus követője, aki a megbocsátást viszi magával, aki törekvő buddhista, vagy kicsit komolyan veszi a humanizmust, vagy bármit, abban az ellenségeskedés nem, vagy nehezebben születik meg. Vagy amikor észreveszi, hogy ellenségeskedés születik meg benne, akkor azt nem gyakorolja. Ez megkérdőjelezhetetlen érv. Bár én kérek mindenkit, hogy kérdőjelezze meg, és nézze meg a saját életét. Milyen a családja, hogy viselkedik a barátaival, hogy viselkedik az ellenségeivel. Nagyon fontos. Hogy viselkedsz azokkal szemben, akiket ellenségeidnek gondolsz? Hogy viselkedsz azokkal szemben, akiknek a látán unszimpátia jön, mint érzet. Ott tudod megnézni, hogy mennyire vettetek komolyan azt, amit Jézus tanítani akart neked a kereszt halálával. Szóval ezt gondolom én tanulságnak a kereszt halála kapcsolatban, mert ha valami értelme volt az egésznek, az az, hogy az emberek megtanulják, hogy amikor élet-halálról van szó, és az élet-halál kérdése az, hogy valami történjen tovább, akkor az egyetlen életszerű válasz az az, hogyha az a halál, az az erőszakos halál nem történik meg. Még hogyha az élet meg a halál ugyanaz is, mert oda tartunk, ahonnan jöttünk. Ez nem egy lineáris útvonal, hanem egy kör. És csak a körbe beérkezve kezdődik újra az egész valami másik történet formájában. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ez volt a harmadik típusú találkozások nagypéntek alkalmából. Kérdőjelezzetek meg, gondoljátok át, vitázzatok a komment szekcióba minden stílusosan úriember és úrhölgy módjára. Akit pedig érdekel egy buddhista témájú előadás velem, bár én nem nevezem magam buddhistának, bár a Buddhát igyekszem magamba ébrezgetni, az május 7-én az Oinos Wine Bar és Bistróban megteheti egy vacsora mellett. Ott az elengedésről fogok beszélni, hiszen ezt nagyon sok guru és mindenféle tanító meg life coach állandóan felhozza, hogy az elengedés gyakorlásával könnyen orvosolhatóak a mindennapok problémái. Ezt én is így gondolom, csak nem elég erről tudni, hanem valamilyen módon meg is kell érteni ezt, és miután megértetted és beláttad, gyakorolni is kell. Tehát május 7-én az Oinos Wine Bar and Bistróban vacsorás Dobman papával az elengedésről. Az információk itt vannak a Dobman TV oldalon, és itt van az esemény is, úgyhogy ott lehet nézni. Azt is elmondom előre, hogy nem olcsó,
Mondjuk ahhoz képest, amit kapsz olcsó, mert lesz benne egy 4 plusz 1 fokásos vacsora, egy nagyon jó menü, full komoly kaja. Most volt probléma, mert az egyik kajában van hús, úgyhogy ha valaki vega, annak lesz vega választási lehetőség, lesz benne bódítóital, bor és ásványvíz, lesz benne egy előadás, és hogyha úgy tartja kedvem, a végén még egy-két dalt is esetlegesen előadok, úgyhogy nézzetek rá az eseményre, és hogyha úgy érzitek, hogy részt vennétek rajta, akkor tegyétek meg. A részletek ott vannak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és holnap, ha minden jól megy, és a hangom nem megy el, akkor jöjjön a videó Ozsóról és a többiekről. Sziasztok! Csumicsá! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!